tegyétek boldoggá az embereket. Árpádházi Szent Erzsébet gondolata adta a vezérfonalat azon a tanévzáró gálaműsoron, melyet a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola szervezett meg Sárospatakon, a Művelődés Háza és Könyvtárában. Nagy öröm, hogy 2 év pandémiás időszak után újra megtarthatták a tánc, zongora és énekprodukciókkal színesített tanévzáró rendezvényt, emelte ki Kisné Murányi Andrea, az intézmény igazgatója, majd hozzátette, 2 ünnep valósult meg a gálaműsor alkalmával, hiszen az intézmény 10 éve került egyházi fenntartás alá. Lelkileg azért úgy gondolom, hogy ez a 10 év alkalmat adott arra, hogy mindannyian végig gondoljunk, hogy mi is a katolikus iskolának a küldetése, és öröm az, hogy minden iskolánkban dolgozó pedagógus, vallásgyakorló pedagógus, aki azt a szeretetet, Isten szeretetét szeretné átadni a tanítványainak, ami őt is eltölti. 2011-ben az Egri Főegyházmegye fenntartásába került az intézményünk. Ezt az ünnepet, a 10 éves évfordulót tavaly nem sikerült megünnepelnünk a pandémia miatt, és ezért áttettük az idei tanév végére. Nagy lelkesedéssel készültünk, és úgy gondolom, hogy méltó helyszíne az újonnan átadott művelődésháza ennek a rendezvénynek, és hát a technikai megoldások is alkalmat nyújtanak arra, hogy másféle produkciókat is bemutassanak itt a gyerekek, mint az iskolai falai között. Az iskola végzős diákjai nagy örömmel készültek a gálaműsorra. Mivel 8-osok vagyunk, nekünk van egy farsangon egy nyitó és záró táncunk, ezért egész évben járunk táncórákra. És volt olyan lehetőségünk, hogy a gálára megtanuljunk egy táncot az osztálya közösen, és erre készültünk az elmúlt fél évben. Nekünk nagyon sokat jelent ez a gála, mivel 6. osztályban nekünk sajnos a pandémia miatt elmaradt, és ez az első 4 év után, de sajnos az utolsó közös fellépésünk. Nagyon sokat jelent, mivel elbúcsúzhatunk így az iskolától és az osztálytársainktól, mégis boldogan elköszönhetünk. A táncórákon nagyon sokat gyakoroltunk, és együtt tudtuk lelkesíteni egymást, hogy sikerülni fog, és nagyon-nagyon jó táncunk lett így végül, úgyhogy már alig várom már, hogy megmutassam a szüleimnek és a családtagjaimnak is. Nagyon örülök neki, hogy ilyen közösségben tanulhattam, és az osztálytársaimmal így fejlődtünk ebben a közösségben. Az ünnepi műsoron sok szép produkciót láthattak a szülők és a tanárok. Az egyházi iskola intézményvezetője a rendezvényen eredményesnek értékelte az elmúlt 10 évet, hiszen az iskola számára és az ott dolgozó tanárok számára a legnagyobb elismerés, hogy évről évre növekszik a tanulók létszáma. Az idei tanévet 365 tanulóval zárták, 40 fővel kezdték többen a 2021-22-es tanévet az előző évekhez képest.